Az első félidőben hibásan játszottunk, és a Diós Győr jól játszott. Megérdemelten vezetett, viszont összesen két ilyen lehetősége volt, mind a kettőt értékesítette. Mi pedig a második félidőben nagyon megnyomtuk, jól játszottunk a második félidőben, csak éppen a gól hiányzott. Úgy gondolom, hogy azért a második félidő játéka biztató a jövőre nézve. Ma mégis mind múlt, hogy ezek a nagyon pici mozzanatok a támadások végén nem sikerültek, mert ahogy láthattuk, az MTK védekezésben nagyon-nagyon gyorsan oda tudott térni a Diós Győr kapuja elé, aztán a befejezés az elmaradt. Hát ez a futballban jelenség, hogy időnként kimaradnak a helyzetek. Úgy gondolom, hogy a második félidőben az a biztató, hogy kialakítottunk ennyi helyzetet. Mást ezzel kapcsolatban nem tudok mondani. Átírta az előzetesen kialakított taktikát, egyrészt a Diós Győr gyors vezetőgólja, másfelől pedig az, hogyha jól tudjuk, a mérkőzés előtt belázasodott Pölöskei Zsolt? Hát a helyzet, hogy az ellenfélben van néhány kiemelkedő képességű játékos. Ez a Griffith, aki most már második éve van itt Magyarországon. Ez egy kiemelkedő képességű játékos, nem véletlenül szerzett gólt is, meg hát veszélyes volt minden momentuma. A második félidőben már azért jobban sikerült semlegesítése, meg hát mi játszottunk a második félidőben. Azt gondolom, hogy első félidőben nagyon jól játszottunk, tudtunk, mit akarunk, és egy férfi munka volt, ahol volt az eredmény is. Második félidőben nem is akartunk annyira kockázatni, játszottunk, vártunk a kontrára, három pontért jöttünk, és ahhoz a célhoz megfelelő taktikát játszottunk második félidőben. Gratulálok a csapatnak, tényleg egy szép élmény. Elek Ákosnak is egy szép élmény volt, ugyanis ön nem hallotta, de a szünetben nekünk azt mondta, hogy mióta Tomislav Szivics a Diós Győr vezetőedzője, talán ez az első félidő volt a legjobb, amit valaha nyújtott a csapata a pályán. Ön ezt hogy látta, ezzel egyetért? Hát lehet mondani ilyent, azért mert tényleg én mindig kérem, ez csak úgy tűnik, hogy kellett egy kis idő, hogy rájönnek igazából, mit akarom, és a játékosok olyan játékos máma kimentek a pályára, aki alkalmas volt erre a taktikára, és tényleg gratulálok neki, meg köszönöm is neki azért, mert végre egy olyan csapat voltunk máma, aki kiment a pályára, és első perctől tudtam, mit akar, és mutattuk mindenkinek, hogy három ponttal jöttünk, és tényleg első félidőben neki esélyesen nem volt. Második egy kicsit lelazultunk, de összességben az a lényeg, hogy amiért jöttünk, az van. Megvan. A második félidőben itt a legvégén is biztos volt a győzelemben? Azért az MTK nagyon-nagyon közel járt a gólszerzéshez. Hát mink is sokszor közel jártunk, és pont nélkül maradtunk. Lehet mondani, de nem éreztem a veszélyt, igazi veszélyt nem éreztem. Voltak azt a beívélések, ahol volt egy pár olyan, de nem volt vészes. Viszont ha tudtunk megtartani a harmadik passz második fél időben is, sok terület volt az övé félpályán, azt az utolsó passz hiányzott, és a harmadik gól lett volna, amit kértem a fél időben, akkor vége a meccsnek, de így is nem panaszkodok.